Nyílt napot szerveztek ma a Maros megyei rendőrségen. Ez volt az első mozzanata a Román Rendőrség napja alkalmából szervezett rendezvénysorozatnak. Az érdeklődők a rendőrség bevetésekhez használt felszereléseit, járműveit és fegyvereit is szemügyre vehették. Óvodások és elemisek lepték el a Maros megyei rendőrség udvarát, zsúfolásig megtelt gyerekekkel a rohamosztag autója, de a közúti rendőrség motorbicikliét is sokan megcsodálták, mindenki megtalálta a kedvére valót. A benne a mutató. Mi tetszett benne? Hogy a fett, amit használnak. Mondta a csikléta. Nekem a motorbicikli tetszett, igaz, hogy nincs annyira felszerelve, de gyorsabb, mint az autó, és ezért jobban kedvelem. De bárki szemügyre vehette ma a bevetésen használt felszereléseket. A gyorshajtók kiszűrésére használt radarkészülék egyre pontosabb, és minden pozícióból képes meghatározni a jármű sebességét, mi több rögzíti is azt. 360 fokban forgatható mobilfilmező kamerája van, a képernyőn pedig láthatjuk a felvételt, és amennyiben a tetten ért sofőr hibás mérésre hivatkozik, a helyszínen is vissza tudjuk nézni a felvételt. De a mobil kriminalisztikai laboratóriumot is gyakran beveti a rendőrség. Ennek segítségével könnyebben utolérik a tolvajukat, gyilkosokat. Ez a helyszínelést segíti. Nyomokat tudunk venni a helyszínen, új lenyomatokat, de akár cipőnyomokat is. A Román Rendőrség napját 2002-től hivatalosan március 25-én ünneplik, ezért pénteken ünnepélyes keretek között a rendőrség kitűnő teljesítményű tagjait is előléptetik.